Mi volt az életedben eddig a legnagyobb dráma? Megmondom őszintén, erről nem nagyon beszéltem, talán nem is beszéltem róla. Egyszer-kétszer benne volt az újságban, hogy ez mi volt így, hogy most én mi kaptam kegyelmet Göncz Árpádtól. Kaptál Göncz-től? Igen. Mi történt? Nekem volt egy nagy balesetem 1995-ben. Elütöttem egy bácsit, és meghalt. Sajnos. És ki volt a hibás? Én. És elítéltek? Igen. Hát most egy utcával lakik lejjebb, akit elütöttem. Ismerted is? Persze. Nagyapámnak barátja volt, együtt voltak a TSZ-ben, együtt dolgoztak. Fú, ez egy nagyon nagy tragédia. Én mai napig kísértet engem. És ott halt meg egyből, vagy a kórházban? Ott a kezemben. Úristen. Ott a kezemben. És mi volt az ítélet? Hát 1 év, 6 hónap letöltendő börtönbüntetést is kaptam. És hogy úsztad meg? Hát úgy, hogy kaptam kegyelmet. Akkori köztársasági elnöktől kaptam kegyelmet. De miért adott kegyelmet? Hát beadtunk egy papírt, hogy akkor született meg a kislányom, eddigi tevékenységem, milyen fiatal vagyok, rosszat nem tettem, nem ittam, nem drogoztam. Teljesen józan voltál. Teljesen józan. Mai napig nem iszok. Nem vetted észre? Hát megmondom őszintén, kicsit gyorsan mentem. Lakott területen belül volt ez is, és megengedetni egy gyorsabban mentem az autóval, és jött az öreg biciklivel. Most vagy oda kanyarodott, vagy valami ott volt egy kis filmszagadás, és pont elkaptam a Béla bácsit. Úristen! Úgyhogy én nem is tudtam otthon lakni, két évig. De hogy tetted túl magad ezen? Hát 2 évig nem tudtam hazamenni, oda Nógrádmegyerbe. Nekem az unokatestvérem, ővel állottam. Az unokatestvéremmel, őnek nagyon sokat köszönhetek, Szabolcsnak hívják őt, édesapámnak, a bátyjának a fia, ővele tudtam ezt átvészelni. Velem volt éjjel-nappal, nem tudtam. És Béla bácsi családja megbocsátott? Nem. Mai napig nem. Mai napig nem. És próbáltál bocsánatot kérni? Kértem is bocsánatot. Elmentem, adtam neki kártérítést is, sokat nem értek vele, de nekem a lelkemnek jobb volt. Most a néni bent van az öregek otthonában, annyit tudok neki segíteni, hogy már neki meghalt a fia, vannak neki unokái, hogy minden héten eljuttatok neki egy csomagot. A mai napig? Azóta? Mai napig 86 éves, a faluban van egy öregek otthona, egy nagy öregek otthona. De ez mai napig kísértet engem, amikor elalszok hajnalban, felkelik. Ez borzasztó. Igen. És visszatérve, sokáig én erről nem beszéltem. Én csináltam egy problémát. Egy más családnak. És ez még nekem nincs még magamban, ez letisztázva, lejátszva, hogy most ez hogy volt, sokszor, de mai napig eszembe van. Hajnalban felkelek, 2-kor, 3-kor is ugyanúgy lezajlódik a fejembe. A baleset? A baleset. Nem, és nem tudom kitörülni a fejemből. Úgyhogy ezt még mai napig nem tudom hogy magammal... És akkor Győző melletted volt ebben az időszakban? Tehát számítottál a támogatására? Vagy elfordult tőled? Mellettem volt.